kenyérmadár. Akkor a lehettem, mint ti. Lehet, hogy még kisebb is valamivel. Nemrégiben töltöttem volt a hetedik esztendőmet, amikor egy szép szeptemberi, nem is reggelen, de hajnalon, azzal költött édesapám nevemen szólítva, fogjunk be. Ami azt jelentette, hogy a lovak már be is vannak fogva a szekérbe, és hogy megyünk valahova, de nem az iskolába annyi bizonyos. Az öltözése hamar megvoltam. Vagy nem olyan hamar, mint a juhász ember, aki fölül a már kialudt tűz mellől, szeméből a fejetetejére taszítja a kalapját, nyúl a botjáért, és azzal már föl is van öltözve. Bebújtam én is a nadrágba, hátamra öltöttem a posztó mellénkét, feltettem a kicsi zöld kalapomat, és már indulhattunk is. A mosdást majd később ejtettem meg. Reggel előtt kint az erdőn egy jókedvű forrás mellett. De akkor aztán alaposan. Ki az inget a nyakból, és paskoltam magam a kacagó forrás vizéből. Attól ébredtem föl csak igazán, mert addig, ha le is vágtunk egy szekére való fát, mintha csak álmomban húztam volna a fűrészt. A szemem mindegyre le akart kop Annyi. Le is koppant volna, ha apám nem tart szóval, és a térdem alá gyűrt békétlenkedő facsemeték, nem akartak volna mindegyre az arcomba sújtani, amiért zsarnok módjára magam alá kényszerítettem őket. Az egyiknek sikerült is akkorát suhintani az orromra, hogy mogyorónyi kakas nőtt a nyomában. De föl igazán még attól sem ébredtem, csak a mosdástól. Az a kakas már rég elmúlt, de felnőtt fejjel sem felejtem a gyertyánfa vesző tanítását. A képébe sújtok annak, aki a térde alá akarna kényszeríteni. Mosdás után neki láttunk a tarisznyának. Volt abban a kenyér szalonna hagyma mellett egy még majdnem meleg kis madár is. Kenyér madár, amit indulás előtt vett ki a kemencéből, és dugott a tarisznyába édesanyám minden kenyérsütéskor sütött nekem a vakarékból, a dagasztó levakart tésztából egy igazi madárformájú kis kenyeret. Akkor ácskát, mint az öklöm. És én azt nagyon szerettem. Annyira szerettem, hogy meg sem ettem a reggelinél. Betettem a zsebembe, mint valami fészekbe, hadd tartsa a melegét, és engem is melengessen. Igazi szép szeptember volt. Olyan kék éggel, ami ennek csak a gyermek láthatja egy gyönyörű tisztásról, és olyan messze a falutól, hogy a harangszó is csak pihenőkkel ér el odáig. De akkor tisztán hallatszott a reggeli harangszó is, és mintha beszélgetett volna legelgető lovaink csengettyűjével. Apám szótlanul rágyújtott. Én meg arra gondoltam, most mennek a többiek iskolába. Reggeli után végabban ment a munka. Harsogott a fűrész, hogy visszhangzott tőle a völgy. Túl voltunk már jól az ebéden és a délutáni szundításon. A szekér is megrakva, a többi fa megkészítve a holnapi fordulóhoz, amit már apám egyedül is hazahozhat. Még valami kicsi sarjút, a hegyi nyár sovány ajándékát gerebjézgettünk bogjába a bokrok alól, amikor valósággal feldördült az eladig békésen csöngő csengő. Horkantak a lovak a szomszéd tisztáson. Döngött a föld. A csengetyű, mint a félrevert harang, egyre kétségbe esett ebben, és egyre távolabbról szólt. Aztán hatalmas csönd lett. Nézz a lovak után, lette ki apám a gerebét a kezemből. Mentem készséggel, amerre a csengetyű és a dobogás elenyészett. Apám még utánam kiáltott, hogy igyekezzem, s itassak meg a vájunál, ha nincsenek kimelegedve és ahogy beértem a sűrűbe, egy kicsit visszanéztem. A nap, mintha szemem láttára lépett volna egyet lefelé a láthatár irányába. A nyírfák meg elkezdtek borzongani. Az avar mind hidegebb lett a talpam alatt. Már az utolsó tisztást is elhagytam. A lovaknak se híre, se hamba. De előtte állt egy ismeretlen nagy erdő. Keskeny szekérút csalogatott bennebb, hátborzongatóan, mindig nyírkos keréknyomokkal. Lónyomot, frisset nem láttam ugyan, de hirtelen, mintha a csengetjű hangja remegett volna ki az erdőből. Benyúltam a zsebembe, megtapogattam a már alig langyos kenyérmadarat, és ettől akkora bátorságra kaptam, hogy elindultam az erdőbe. Loptam magam, fától fáig. meg füleltem. Nem hallottam, majd újra, mintha hallottam volna a csengettyűt. Fogyott mögöttem a tisztás, és igen, a világosság is. Aztán egyszer csak elfogyott az út is a talpam alól. Nem is tudom már, hogyan kerültem vissza a fával rakott szekérig, ahol már nem találtam mást, csak a holdat. Ott ült egy nyárfa tetején. Mosolygott szeriden, amitől egy kicsit magamhoz tértem. De a nyárfa egyszer csak kihajlott a hold alól, mintha le akarná ejteni. Ettől nagyon megijedtem. Elkezdtem pityeregni. De a hold, mintha megsajnált volna, visszaült a nyárfa tetejére, és ott is maradt, míg könnyeimmel együtt a kenyérmadárkát is morzsánként meg nem ettem. Na, gondoltam, ha már ilyen jól megvacsoráztam, Legjobb lesz, ha lefekszem. De hová? Nem messze tőlem, ahol ültem, ott volt a nyári szálláshely. hely. egy nótára, hogy nagyobb legyen a bátorságom, és amilyen gyorsan csak tudtam, oda nótáztam a kaiba helyére. De ott bizony csak egy hideg tűzhely fogadott, esőverte hamuval, holt szenekkel. Ilyen helyen sok a kullancs, jött a teszembe. Itt nem lesz jó. Újabb nótába kezdtem, és a szekér felé vettem az irányt. Befeküdtem a lája. De ha farkas talál jönni? Fölnótáztam magam a szekér tetejére. Nagyon kényelmetlen fekvés esett a hasább fákon, és ha a farkas keresne a szekér alatt, s nem talál, lesz annyi esze, hogy felnézzen a szekér tetejére is. Úgy látszik, ezt már a hold is megsokalta, mert a nyárfáról belépett egy vékonyka felhőbe. Ha ő a felhőbe, én a bogjába. Ott lesz a legkényelmesebb. Kikerestem a leghosszabb nótát, amelyik elszolgálna a bogjáig, és nekivágtam a kőhajításnyi útnak, még félig sem énekeltem a hosszú nótát, már ott vackolódtam a bogja tövében. De mire jön a farkas, és mint a kutyák szokták egyik hátsó lábat fölemelintve, levizeli az én mezit lábos lábomat. Elkezdtem ásni be magamat a bogjába. Be is ástam, hogy még az orrom se látszott ki. Arra ébredtem, hogy valaki a nevemet kiáltja. Kiperdültem a bogjából, s hát édesanyám áll ott a már holttalan éjszakában, kezében egy lámpással. Csak hogy megtaláltalak. Ölbe kapott, és úgy hozott egy darabig hazafelé. Megtudtam, hogy a lovak úgy megijedtek valamitől, hogy hazáig meg sem álltak. Édesapám keresett engem egy darabig, aztán gondolta, biztosan hazamentem, és ő is hazament. Nagy fiú már, nem eszik meg a farkasok. De édesanyám ettől nem nyugodott meg. Keresésemre indult. És vitt, fogta a kezemet az ő kenyérmadár meleg kezében. Másnap én voltam az iskola hőse. Nagyon büszke voltam az orromon kunkorodó kakasra. Máig is úgy tudják, hogy a farkassal vívott küzdelemben szereztem volt.